Tisztelt emlékezők! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy megköszönjem a család nevében mindazoknak, akik ma is, mint minden évben elzarándokoltak Marosvécsre velünk együtt emlékezni a helikoni találkozókra. Az idei megemlékezésünket szomorú esemény árnyékolja be, a korábbi megemlékezések kezdeményezője, a helikoni írók leszármazottjainak lelkes szervezője, a bensőséges, családias és felemelő együttléteinknek hangulatfelelőse, Adamovics Sándor újságíró, a marosvásárhelyi Helikon Kemény János Alapítvány kuratóriumának elnöke, fáradhatatlanul tett nap mint nap azért, hogy a ma emberében a helikoni gondolatot újra plántálja, és gondosan ápolja, közös fájdalmunkra örökre eltávozott körünkből. Adamovics Sándor tevékenysége is sokban járult hozzá ahhoz, hogy Marosvécs mára a magyarság jelentős zarándok helye legyen. Reméljük lesznek, akik átvegyék a stafétabotot tőle, hiszen szerencsére nem volt soha egyedül, hiszen ott voltak mellette a Helikon Kemény János Alapítvány vezetősége és tagsága, a Kemény család számos tagja, a helikonisták leszármazottai, az erdélyi és általában a magyar irodalom képviselőinek és barátainak színe java, a marosvécsi önkormányzat és valamint több civil alapítvány és önkéntes magánszemély egész sora. Nekik is köszönhetően ma már sokan látogatják meg a házigazdák, nagyszüleink, Báró Kemény János és felesége Augusta sírját, gróf Vas Albert emlékkövét, valamint a Kós Károly tervezte Puncaladár halálának emlékére a helikoni közösség által állított helikoni kőasztal. Számomra felemelő érzés, és ezt a Kemény János többi leszármazottjainak nevében is elmondhatom, újra magunkénak tudni a kemény kastélyt és annak kertjét. Jó érzés tudni, hogy a messze földről ide zarándokoló magyarok azért jönnek el ezt a szép ősparkot felkeresni, mert az árnyas fák alatt fejet akarnak hajtani a magyar irodalom és a magyar nemzet jeles alakjai előtt, mert akarják érezni a hely szellemének rendkívüli kisugárzását. Nagyapánk Báró Kemény János, akit mi unokák csak tátinak szólítottunk, fiatal volt még, mindössze 23 éves, de aktív író már, amikor 1926 nyarán, immár 83 éve, hogy első alkalommal hívta meg marosvécsi otthonába azokat az erdélyi magyar írókat, akikből ezáltal megalakult a helikoni munkaközösség szabad parlamentje. Így vált Marosvécs a külön erdélyi magyar irodalom, de nem csak az irodalom, hanem a képzőművészet, a színház, stb. Tehát a műveltség előbb bölcsőjévé, majd fokozatosan annak vezérhajójává. Ahogy Tabéri Géza írta, Erdély szellemi virága talpon és lázban volt. Érezték, hogy a vécsi csoportosulás több lesz, mint egyszerű eszem iszomja az íróknak, talán az első friss hatóerő lesz Erdély szellemi életére, amit lehetetlen lesz azután komolyan nem venni, és amivel számolniuk kell azoknak is, akik eddig elé nem sok dicsőséggel és még kevesebb eredménnyel, de kizárólagos befolyással irányították az erdélyi magyar életsorsot. Kuncoladár szerint Erdélynek majdnem valamennyi szép írója, ha nem is egy irodalmi irányban, de egy közös programban és szellemben egyesülni tudott a Helikon szabad keretei között. 1926-ban tehát létrejött a marosvécsi helikoni íróközösség. Nevei, puszta felsorolása úgy hangzik, mint egy szép magasztos ima az erdélyi magyar irodalomért, a sokszínű műveltségi erdélyért. Ez a kopjafa nekik állítatott, ezért most felolvasom mindegyikük nevét. Ápréli Lajos, Asztalos István, Balázs Ferenc, Bánfi Kisbán Miklós, Bárd Oszkár, Bartalis János, Berde Mária, Császár Károly, Zsida Jenő, Endre Károly, Finta Zoltán, Gagyi László, Pégulács Irén, Gyalai Domokos, Hunyadi Sándor, Járosi Andor, Jékeli Zoltán, Kacsó Sándor, Kádár Imre, Karácsony Benő, Kemény János, Kis Jenő, Kós Károly, Kovács Dezső, Kovács László, Kuncaladár, Lakatos Imre, Ligeti Ernő, Makkai László, Makkai Sándor, Markovics Rodion, Maksai Albert, Moldován Pál, Molter Károly, Nagy Dániel,
Nyírő József, Orosz Lajos, Ormos Iván, Pakocs Károly, Reményik Sándor, Csípos Domokos, Szabédi László, Szabó Mária, Szántó György, Szemlér Ferenc, Szencei László, Szent Imrei Jenő, Szombati Szabó István, Tabéri Géza, Tamási Áron, Tavaszi Sándor, Tompa László, Vásárhelyi Z. Emil, Vita Zsigmond, Vas Albert.